Hogy érzed, Magyarországon eléggé felkészültek vagyunk a terrorveszély ellen? Nem tudom megítélni, de igazából szerintem nem fenyegeti annyira veszélyt Magyarország, tehát... Ebben miért lehetünk biztosak? Mert még nem történt ilyen merénylet Magyarországon? Nem lehetünk benne biztosak, én így érzem személy szerint, hogy én nem félek tőle. Én értem. Ha valami irán nem lehetünk biztosak, viszont ez a veszély már számos európai országban jelentkezett konkrétan, akkor nem az lenne a megoldás, hogy mindent megteszünk a védekezés érdekében? Elégségesnek tartod az iraki és afganisztáni katonai szerepvállalásunkat? Igen. Elégségesnek. Nem gondolod az, hogy a terrorizmus elleni harcban jobban részt kéne vállalni? Nem. Miért nem? Nekem ez a véleményem. Mire alapozod? Nem tudom megindokolni, de nem gondolom, hogy ebbe jobban bele kell avatkozni. Nem gondolod, hogy ez a fajta közömbösség az, ami a terroristákat megerősíti? Hogy az európai emberek általában közömbösek ez iránt? Nem igaz, hogy közömbösek. Most én lehet, hogy mondjuk így látom, hogy ez elég, de szerintem a legtöbb ember nem közömbös. És a terroristák ettől függetlenül léteznek. Hát én úgy látom, hogy amikor azt mondod, hogy nem igazán tudom megindokolni azt, Én nem tudom megindokolni, de én nem abban élek, hogy nap mint nap ezt követem, és hogy ezen aggódok. Szerinted egy megelőző csapás mondjuk Irán felé, aminek egy űrült vezetője van, aki hamarosan egy atomhatalmat fog vezetni, az nem biztosítaná be a mi békénket? Egy milyen csapás őrült? Egy megelőző csapás. Irán őrült nem, vezetője. Nem, szerintem a háború csak háborút szül, és nem ez a megoldás. De a háborút nem mi kezdtük? Nem mi kezdtük, de hogyha más így válaszol, akkor az újra csak ezt fokozza, ezt a hozzáállást, és az erőszakot fogja növelni. Hát én nem ennek a híve vagyok. Hát tegyük fel a kezünket, és várjuk meg, amíg merényletek lesznek Magyarországon is? Nem, de más úton kellene tárgyalni. Én nem hiszek abba, hogy a háborúval meg lehet előtni azt, hogy ezután is folytatódjon az erőszak. Milyen más módon lehet akkor? Tárgyalásokkal. Szerinted lehet az Al-Qaidával tárgyalni? Hát meg se találjuk őket. Igen. Hát a tárgyalás nem adott, akkor még mit tehetünk? Nem tudom. Hát azt tudjuk, hogy a tárgyalás az nem fog működni. Akkor van más megoldás, mint a háború? Én akkor se leszek a háború híve, hogyha ez az egyetlen megoldás. Miért nem? Mert ha ez az egyetlen olyan egy megoldás... személyiség vagyok, hogy én most azt mondjam, hogy háborúzunk. Hát... Az elveim és az értékrendeim, de az ellen vannak, hogy erőszakot keltsünk és indítsunk. Mi békét akarunk, nem szeretjük a háborút, ők háborút akarnak. Igen. Nem épp a mi békeszeretetünk, a mi konfliktus kerülő magatartásunk az, ami védtelenné tesz ellen? Szerintem nem. Ha nem? Ők, hogyha konfliktust akarnak, háborút akarnak, akkor úgyis ez lesz teljesen mindegy, hogy mi háborúval válaszunk, vagy békével. Értem, tehát azt már tudjuk, hogy ők háborút és konfliktust akarnak. Ezt lehet látni. Tehát ha mi békével válaszunk erre, akkor esélyünk nincs. Akkor ezek szerint nincs más mód, csak a háború. Van akinek az a véleménye, mint úgy gondolom önnek, hogy akkor válaszoljunk háborúval, nekem akkor sem lesz ez. Nem tudok mást mondani. Nem tudom, mi a megoldás, sajnos. Úgyhogy én csak ennyit tudok mondani. Miért kell nekünk mindig az agresszor mellé állni bármilyen háborús konfliktusban? Így volt az első világháborúban, így volt a második világháborúban, így volt, amikor a prágai tavaszt levertük, és most újra ott voltunk Afganisztánban, Irakban. Miért kell nekünk állandóan ilyen agresszívan fellépni? Lehet, hogy nem érezzük magunkat biztonságban, és ezért így próbálunk keresni erősebbeket, akik esetleg segítenek nekünk. Igen, egyetértek. Nem tudok mást hozzászólni. Mennyi vérnek kell még elfolyni az olajért? Majd az idő megmutatja. Igazából nem tudom, mit válaszolni erre a kérdésre. Neked nem tűnik úgy, hogy Osama Bin Laden az úgy kell az Amerikai Egyesült Államoknak, mint egy falat kenyér? Tehát neked nem tűnik úgy, hogy ha ő nem lenne, akkor ki kéne találni? Ahhoz, hogy földbe lehessen bombázni Afganisztánt, ahhoz, hogy ki lehessen fosztani Irakot? Lehet, hogy ebbe van igaz. Te mire fogadnál? Él Osama Bin Laden, vagy nem élt soha? Szerintem azért lehet, hogy él. Van barátod? Igen. És ő hazavár? Igen, remélem. Szeptember 11-én
World Trade Centerben dolgozókat ugyanígy várta haza a családja, és aztán mégse jutottak haza. Terroristákat is várja haza a családja, nem? Igen, de a terroristák soha nem katonai célpontok, hanem mindig civil célpontok ellen intéznek támadást. Hát igen, ezt én értem, de ez az ő meggyőződésük, tehát ez ők gyerekkoruktól így nevelkednek, ők úgy gondolják, hogy ez jó cselekednek, igen. De ezért ez rendben van? Nem értek vele egyet, amit csinálnak nyilván, tehát nem szeretném azt mondani, hogy nagyon fantasztikus, amit csinálnak, természetesen nem, de azt sem látom megoldásnak, hogy akkor mi most így visszagyilkoljunk, tehát akkor kb. Ugyanott tartunk, ahol ők. Megteszünk mindent, hogy a terroristákat kiírtsák? Hát biztos, hogy nem teszünk minden, de én nem feltétlenül ezt tartom megoldásnak, hogy ki kéne őket írtani. Nem kéne mindent megtenni azért, hogy ne legyenek Magyarország emberei potenciális terror cselekmények áldozatai? De nem úgy, hogy gyilkoljuk őket, hanem úgy, hogy elfogadjuk az ő vallásukat, békén hagyjuk őket. De ők nem fogadják el a mi vallásunkat és a mi kultúránkat. Hiába fogadjuk el, mi az övékünk. Nem csak vallási okok vannak szerintem emögött, amit ők csinálnak. Hanem? Hát politikai is nagyban. És nem véletlenül ők sem Magyarországot támadják, én úgy gondolom. De ez a háború már elkezdődött a nyugati világ ellen, amikor az első terror események bekövetkeztek. Ebben a háborúban benne vagyunk, ha akarjuk, ha nem. Hát én nem feltétlenül tartom így, hogy ha akarjuk, ha nem. Ez sokkal összetettebb dolog, ami mögötte van, nem ilyen. Gyilkoljuk le a terroristákat, és akkor megoldódik minden. Mennyi vérnek kell még elfogyni az olajért, és mi közünk nekünk ehhez az egészhez? Semmi. És hogy mennyi vérnek kellene elfogyni? Szerintem semminek. Én nem leszek jó célai, mert baromira utálom ezt a háborút. És mit gondol? A World Trade Center elleni merénylet, az kinek a fejéből pattant ki? Osama Bin Ladenéből, vagy a CIA-ből? Nagyon agresszív kérdés. Szerintem mind a kettő. Bármelyiknek jól jött, az biztos, de ön mire tippelne? Őszinte leszek, nem tudom, szívem szerint én azt gondolom, hogy a nagy testvéré, de... Kísértetiesen emlékeztet ez az eset a Reichstag felgyújtására, ami Hitlernek nagyon jól jött, hogy leszámoljon a kommunistákkal, meg a szociáldemokratákkal. Ez a politika. Így van. Lehetséges, hogy a háború, illetve a terrorizmussal való riogatás okai között előkelő helyen szerepel, például a hazafias törvény, az emberi jogok megnyírbálása, hogy Amerikában rendszeresen megfigyelik, vegzálják az embereket, telefonjaikat lehallgatják. Igen, biztos, hogy összefügg. Biztos, hogy összefügg. Mind a kettő, mint ahogy minden. Ebben az egész politikai világban minden. Gondolom, hogy ez nagyon jól jön a hatalomnak, mert az emberek ilyen módon veszélyeztetve érzik magukat, és ők maguk fogják kérni saját jogaiknak a korlátozását. Hát ezt nem hiszem, ennyire nem tartom magunkat hülyének, de biztos, hogy... De a félelemben tartott emberek, azok nagyon-nagyon sok hülyeségre képesek. Ez így igaz. Magyarország a kereszténység utolsó védőbástyája volt. Szerinted hogy tudnánk őseink szemébe nézni most, hogy szinte semmit nem teszünk a terrorizmus elleni háborúban? A kereszténység megvédése érdekében. Nem gondolom, hogy ez a kereszténységről szól. Szerintem ez jóval erősebb politikai érdekeket, illetve tőkés érdekeket szolgál. Tehát itt szerintem főként az olajról és gazdasági haszonról szól, és nem vallási kérdés. Nem hiszem, hogy dolgunk van a terrorizmus elleni háborúban, nem rólunk szól ez a háború. De mi nem lehetünk potenciális áldozatok egy ilyen háborúban? Úgy gondolom, hogy nincsen fenyegetettség Magyarországra nézve. Hogyha valódi fenyegetettség lenne, akkor úgy gondolom, hogy dolgunk lenne ebben részt venni. Azok az emberek, akik a World Trade Centerben éltek és dolgoztak, akik ott tárgyalásokra mentek, ugyanezt gondolták, hogy ők nem lehetnek áldozatok, ők nem lehetnek célpontok, és aztán mégis azokká váltak. Fejvesztve próbáltak menekülni az épületből, néhány le is ugrott a tűzhalál elől menekülve. Ugyanolyan ártatlanok, ugyanannyira védtelenek voltak, mint akár mi most. Ugyanúgy azt gondolták, hogy soha nem válnak egy ilyen esemény áldozataivá. Való igaz. Sajnálatos, hogy ez történt velük, és úgy gondolom, hogy Amerikának valamilyen módon erre válaszolni is kellett. De az sem megoldás, hogy utána egy országot vagy kettőt porigrombolnak, és ott is ártatlanok százezreit lehetetlenítik el, illetve több ezer civil meghal. Tehát úgy gondolom, hogy a túloldalon is ugyanez szerepel, és ez sem megoldás.
akárhogy is próbálkoztam, akármennyire keményen próbáltam sarokba szorítani őket, ezek az emberek nem hajlanak a neokombasztlagra. Azt gondolják, hogy az iraki és afganisztáni szerepvállalásunk az legalábbis túlzott. Nem érzik azt, hogy Budapesten komoly terrorfenyegetettség lenne. Az emberek nem nagyon hiszik el ezt az egészet, kezdenek mindenben kételkedni, ami azt az egészet illeti. Nagyon-nagyon irritálja őket a háborús politika, nagyon irritálja őket a háborús retorika, és nagyon idegesítő őket az, hogy egyáltalán nem kérik ki a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy az ország bizonyos háborúban vesz részt a Közel-Keleten, és nem hisznek az egészből semmit se. Más kérdés, hogy megvan ez a véleményük, de nem nagyon aktivizálódnak ezen véleményük mentén. Az érdekes volt, hogy majdnem mindenki, amikor a beszélgetés elkezdődött, azt mondta, hogy ő nem akar nyilatkozni erről, nem nagyon van véleménye. Azt éreztem, hogy elég sokan közömbösek vagyunk ezek iránt, a témák iránt. Tudod, melyik válasz volt a zavaró? Amikor azt mondták többen is, hogy ehhez nem értek, nem tudok, nem látom, nem látok bele. És érdekes módon azt láttam, hogy ez annyira nem zavarja őket. Hát ez egy olyan dolog, ami nagyon nagy részt titkokkal, meg nagyon nagy részt titkosított aktákkal övezett téma. Igazából, és nem zavarta őket, hogy ez van kikiáltva korunk legsúlyosabb válságának, legégetőbb problémájának. És hogy nem tudunk róla, hogy nem tudjuk, ismerjük a részleteket, hogy ezek titkos ügyek, hogy ezek titkos akták. És valahogy az emberek természetesnek fogják fel, hogy ezek erről a dolgokról nagyon keveset lehet tudni. Annak ellenére, hogy mindeközben a médiában folyamatosan erről van szó. Hát úgy látszik, sikerült az amerikai adminisztrációnak elérnie azt, hogy ez annyira bonyolult és annyira átláthatatlan legyen ez a dolog, hogy az emberek megszűnjenek ezzel foglalkozni, azt mondják, hogy nem értek hozzá. Nagyjából a politika mindig azt csinálja, hogy egy kérdést annyira komplex és bonyolultá tesz, hogy az emberek már ne akarjanak ezzel foglalkozni, pedig az ő biztonságukról, az ő szabadságjogaikról van szó. Szóval ez a kérdés egyszerre égető és sürgető, másrészt pedig egyszerre bonyolult, átláthatatlan, szövevényes. Ez pont az arra jó, hogy az emberek fontosnak tartsák a kérdést, magukat viszont inkompetensnek tartsák a kérdés megoldásához, tehát kézenfekvő megoldást legyen ennek a kérdésnek a menedzsmentjét átruházni a titkosszolgálatokra, akik aztán majd nyilván septében meg fogják oldani ezt a válságot.